391. nap. Ma sok frissítés érkezik keletről. Itt az orosz erők folyamatosan támadnak minden útjukba kerülő ukrán állást, hogy a Bakhmutban harcolókat bekerítsék. A nagy számú támadás lehetővé tette az ukrán védők számára új, fejlett taktikák kifejlesztését. Ezáltal az ukrán felderítők és hajmás csapatok naponta akár három orosz támadóegységet is megsemmisítenek, mielőtt azok egyáltalán megindítanák a támadásaikat. Legutóbb azt mondtam, hogy az ukránok a régió déli részén, Ivanivszke környékén tevékenykednek a legaktívabban. Azt is elmondtam, hogy az ukránok a jelentések szerint három különböző irányban hajtanak végre helyi ellentámadásokat, annak érdekében, hogy az oroszokat minél messzebb szorítsák az itt áthaladó főúttól. A legfrissebb jelentések szerint az ukránok figyelemreméltó eredményeket értek el. Korábban a védők az Ivaniszke körüli magaslatokon tartották állásaikat, és ellentámadást indítottak a dombok megközelítésére behatoló oroszok ellen. Ma orosz források arról számoltak be, hogy az ukránok nagyobb támadást hajtottak végre. Frissen nyilvánosságra hozott felvételek megerősítik, hogy heves harcok folytak a Bakmut melletti erdőben. Egyes források szerint az ukránok nem csak kiszorították az oroszokat a domb előtti fák közül, hanem el is foglalták ezeket az állásokat, és jelentősen csökkentették az oroszok az irányú képességét, hogy a csatorna feletti hídon átkelve Stupocska irányába támadjanak. Ezek az akciók nagy mértékben javították az Ivanivszkei főútvonal feletti biztonságot, és orosz források már arról számoltak be, hogy egy ukrán T-64-esekből álló oszlop tart Chassivjárból Bakhmut felé. Egyes orosz források hiányolták a precíziós fegyverek használatát, valamint kritizálták az orosz erők hírszerzési hatékonyságát és koordinációs képességeit, amelyek lehetővé teszik az ukránok számára, hogy nagy páncélozott járműoszlopokban szabadon mozogjanak egy frontvárosban. Bakhmut déli részén az orosz erők kísérletet tettek egy kisebb katlan kialakítására a városi stadiontól délre. A bekerítési kísérlet eddig nem járt sikerrel, ezért fokozták erői koncentrációját a helyi temetőnél. A geolokációs felvételeken látható, ahogy az ukrán légi felderítés észrevette, hogy több kisebb Wagner csoport egymás után behatolt a temető előtti épületbe, és légi csapást hajtott végre, megsemmisítve a támadóegységet és a lőszerek tárolására alkalmas helyet. Azok az egységek, amelyek átjutottak a temetőn, kemény harcokat vívtak az ukrán 80. különálló rohamdandárral. A dandár a közelmúltban számos videót tett közzé, amelyeken a külvárosban, valamint a városközponthoz közelebbi területeken zajló harcok láthatók. Mindezonáltal a legkeményebb harcok a város északi részén zajlanak. Az ukrán erők arról számoltak be, hogy az oroszok záró tüzet alkalmaznak. A felvételeken látható, hogy a támadók az ipari övezet és a város központi része közötti területet lövik. A tűz lényege, hogy megakadályozzák az átjutást ezen a vonalon, hogy aláássák az ukrán védelmet az Azom komplexumban. Eddig úgy tűnik, hogy ez a taktika bevált, mert az oroszoknak sikerült növelniük az ellenőrzésük alatt álló területet. A mai geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az ukrán katonák tartják védelmi állásaikat a kultúrház előtt. Az ukrán csapatok állásaiból ítélve a Peremoga utcától éjszakra harcolnak a támadókkal, ami azt jelenti, hogy az oroszok elfoglalták a raktárakat és átkeltek a vasútvonalakon. Az ukránok is lövik az ellenséges állásokat. A tegnapi drónfelvételekből kiderült, hogy a Wagner zsoldosok evakuálók egy csoportját küldték ide, hogy összegyűjtsék azokat, akik túlélték az épület intenzív bombázását. Az ukrán tüzérség fókuszában a Bakhmut északi részén lévő orosz támadó egységek vannak. Mint emlékezetes, az oroszok nemrégiben ismét áttértek a bekerítési terv végrehajtására, és jelentősen megnövelték a Kromovaj és Bogdanivka közötti támadások számát. Tegnap az ukrán erők megakadályozták a Bogdanivka elleni támadást azzal, hogy precíziós csapást mértek arra a területre, ahol azok koncentrálódtak. Az ukrán felderítő csoport kiszúrta, ahogy az orosz katonák kis csoportokban gyülekeznek egy fasorban, megvárták, amíg a támadó csoport teljesen kialakul, majd pedig egyeztettek egy HIMARS csapattal, amely pontosan egy csoport közepén csapott le. Az ukrán erők egyik szóvivője Bakmutban megjegyezte, hogy az ukrán felderítő és tüzérségi egységek együttműködésének köszönhetően ma három ilyen csoportot is megsemmisítettek, így számos orosz rohamosztag valójában soha nem tudja végrehajtani a támadást. A mezők feletti szilárd ukrán ellenőrzés továbbra is megakadályozza, hogy az oroszok bezárják a Bakhmut körüli katlant. Összefoglalva elmondható, hogy az ukrán erők továbbra is arra használják Bakhmutot, hogy aránytalanul nagy veszteségeket okozzanak a legütőképesebb orosz támadó egységeknek. Az a tény, hogy az ukránok nagy erőket vetnek be az ellátási utak megvédésére, arra kényszeríti a Wagner egységeket, hogy még jobban belekeveredjenek a városi harcokba. A szoledár elfoglalása után a Wagner erők arra számítottak, hogy csak lezárják a katlant, és nem kell majd háztömbről háztömbre haladniuk Bakhmut belsejében, akkor ma azt látjuk, hogy az oroszok eddig körülbelül a város 60%-án vonultak keresztül, és jelenleg egész Ukrajna egyik legjobban megerősített területén folytatnak intenzív harcokat. Amennyiben hasznosnak találod a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkal, like iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva, és oszd meg a jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi jelentésben.